Da Vinci Kids percek. Ötletek és praktikák tanároknak a digitális sikerekhez a Da Vinci oktatási csatornával. Legyél te is digitális Da Vinci tanár. Élménybiológia. Hogyan lehet megkedveltetni a gyerekekkel a biológiát, a természettudományokat? Az egyik legfontosabb dolog az, hogy aki nem szereti a biológiát, annak nem is kell szeretnie. Tehát, hogy ha ők nekik elég a kettes, nekem bőven elég, ha ő boldog a kettesével. Tehát, hogy ezért például nagyon jó a pontrendszer, hogyha jegyek helyett pontokat kapnak, mert akkor ő el tudja dönteni, hogy egy hónapon keresztül milyen jegyért gyűjt pontokat. És akkor ő neki jó a kettes, másiknak jó az ötös, van, aki ellavírozik a négyes hármassal. Igazából rájuk bízom, és ez általában szokott működni. Sajátos játékos elemekkel dolgozol. Hogyan rakod össze a saját élménybiológia órádat? Mindig magamból indulok ki. Tehát én nagyon könnyen untam magam az iskolában, és nem azért, mert feltétlenül unalmas volt a tantárgy, hanem egyszerűen már én agyban teljesen máshol voltam. Ha elszaladt egy mókus az ablak előtt, akkor azt nekem rögtön meg kellett mondani a pattársamnak, és nem azért beszélgettem, mert rossz vagyok, hanem azért, mert egyszerűen életbevágóan fontos információt kellett mondani. És így én úgy nézem azt, hogy oké, most mondjuk egy szárasztalan anyag van, mondjuk nem tudom, az immunrendszer, az pont lehet érdekesen tanítani, de mondjuk az aminosavak, akkor mi az, ami engem érdekelne? Vagy mi az, aminek én örültem volna diákként, hogy a tanárom hogy áll hozzá? Hogyha nekem a tanárom annak idején megengedi, hogy a történelemért ne lelkesedjek, és azt mondja, hogy figyelj, Andi, hogyha megvagy belőle, megvan az érettségid, akkor jó vagy, neked nem kell történelem zseninek lenned, akkor én nagyon megnyugodtam volna, mert enged a saját utamon, sőt, lehet, hogy fel is akartam volna fedezni magamtól. Tehát én szeretek teret adni a diákoknak, és így rakom össze a módszereket, hogy ez engem érdekelne, ez nem, és nagyon sokszor bemegyek a tanórára, és el kell dobnom mindent, mert ők úgy vannak, hogy nem lehet azokat az nagyon jól átgondolt módszereket alkalmazni abban a 45 percben, mert egészen más a lélektani állapot az osztálynak, szóval ez egy ilyen kis zsonglőrködés a tervezéssel, az utánanézéssel, a saját élményeimmel és velük, hogy mi van ott, amikor belépek a terembe. Azt mondtad, hogy az immunrendszert lehet érdekesen tanítani. Én ezt nem tudom elképzelni, hogy milyen eszközöket vetsz be ezzel kapcsolatban. Hát az immunrendszer az olyasmi, mint úgy képzeld el, mint egy ilyen háború. Tehát, hogy vannak mindenféle ilyen katonák, olyan katonák, van stratégia, van főnök, aki az egészet irányítja, akinek visszajeleznek. Tehát ez el lehet bábozni, hogyha mondjuk kicsikkel dolgozunk rajta. Nagyokkal konkrétan meg lehet nézni a betegségeket, hogy hogyan néz ki, adott esetben digitális anyagot be lehet hozni, amikor egy fehérvérsejt megtámadja a bármilyen baktériumot, vagy akár egy rákos sejteket. Erről remek felvételek vannak. Tehát, hogy össze lehet hozni a játékossággal is, össze lehet hozni az innovatív online módszerekkel is, és lehet egyébként alkotni is, mert rajzolni is lehet ezekről, vagy színezni, én nagyon szeretem a színezőket bevinni az osztályterembe, tehát ezt is lehet így váltogatni attól függően, hogy az ember hány évesekkel dolgozik. Milyen digitális és interaktív elemeket teszel be az órába, hogy érdekes legyen a srácok számára? Videókat használsz, vagy akár online kvízeket? Nagyon szeretem a kvízeket, az online kvízeket, amin akár élőben ők látják a telefonukon, és ki van vetítve, ez egy nagyon, ezt most már egyre többen ismerik az ilyesmi kvízeket, mert nagyon bevonja őket, tényleg egy versenyszerű. De ezt meg lehet unni, illetve túl lehet úgymond tolni a diákoknál. Úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy az olyan is, ahol ők csapatban tudnak dolgozni, mondjuk valamilyen olyan feladaton, ami egy valós feladat. Például csináltunk egyszer egy ilyet, hogy be kellett adniuk egy kreatív állat és növény határozót a fél év végére. És én nem mondtam meg nekik, hogy milyen legyen, csak azt mondtam meg, hogy ki van zárva, hogy nekem írjanak és rajzoljanak, bárhogy máshogy megoldhatják. Volt, aki társasjátékot csinált, volt, aki kisfilmet csinált, volt, aki rádióinterjút csinált az állatokkal és növényekkel, amik a környéken élnek, és tényleg beszélgettek, mintha azzal az állattal beszélgetné. Tehát, hogy ezeket szeretem bevonni. Én nagyon szeretem azt, hogyha körülöttem történnek a dolgok, és egyébként szeretek visszavonulni, pihenni is, de mivel ezt szeretem, ezért ezt szeretem nyújtani, és szeretem, hogyha az órám izgalmas, mert nem is azért elsősorban, hogy ők hogy érzik magukat, én magam szeretnék jól szórakozni, és egyébként nyilván az ő fejlődésüket szem elé tartva olyan módszereket használok, ami mindkettőnknek megfelel. Vannak módszerek, amik hozzám passzolnak, vannak, amik nem, ezekből munka, de érdemes válogatni. Telekom. Komolyan vesszük a digitális felelősségünket.